A Magyar Nemzet és a Heti Válasz a Soros György által pénzelt civilekről ír. Frontális támadás? Tarlós tervei, falus legújabb kalandjai, szürreális jelölt mustra az A38-on. Vendégeink Csintalan Sándor, a Lánchíd Rádió műsorvezetője, és Őrsi Mátyás, a DK országos tanácsának tagja. Jó estét kívánok, Somos András vagyok, ez a Hírvita. Őrsi Mátyás egyébként még volt külügyi államtitkár is, de szeretettel köszöntöm a 94-es koalíciós egyeztetés résztvevőit. Remélem, hogy az egykori politikai tapasztalatokat most a mai napi hírfolyam elemzésekor is tudják használni. A frontális támadás kifejezés abból a szempontból mindenképpen jó, hogy ugye az egy bevett gyakorlat itt a kormányzati működésben, hogy a Magyar Nemzetben, a Heti Válaszban, és esetleg még egy blogon is megjelenik 3-4 olyan cikk, amely ugyanarról a témáról szól, de a kormányzati szándékokat leginkább kifejező célkeresztet állít fel. Nevezetesen arról van szó, hogy a Soros Györgyhöz köthető cégbirodalom és a norvég civil alap közötti összefüggéseket boncolgatják ma a kormányzati lapok. Olvastátok-e? Kormány közelinek tartott, bocsánat, mert ezek perek bukhatnak el, hogyha az ember nem fogalmaz jól. Ugye a Fidesz közeli cégekről tudjuk, hogy ők igazából nem azok. Ezért mondom, hogy tehát, hogy nyilván olvastátok ezeket a híreket. Hát fogalmazunk úgy, hogy a magát sajtóorgánomnak nevező Magyar Nemzet című lap ma megjelentetett egy úgynevezett oknyomozó újságírást. Én kitalálom, hogy ez az oknyomozás miben merült ki. Ráment az internetre, és 5 perc alatt megtalálta, ami rajta van, ugyanis a Soros-féle nyílt társadalom alapítvány teljesen átlátható. Nem végeztek teljes munkát, mert ebben a munkában mindössze Észtországot, Romániát és Litvániát emelték ki. Az a Soros alapítvány dolgozik, el tudom mondani a kedves nézőknek és a Magyar Nemzet újságírójának, hogy sokkal több országban dolgozik a Soros alapítvány. Érdekes volt Románia kapcsán, vagy Lengyelország kapcsán egy állító mondat került bele a cikkbe, de hogy mi köze van Soros Györgynek azokhoz a személyekhez, akik ott szerepelnek, az nem derült ki? Ugye én egy éven keresztül Litvániában éltem, Vilniusban. Kiderült ebből a cikkből, micsoda érdekes dolog, hogy annak az alapítványnak a vezetője egy liberális, egyébként európai parlamenti képviselő, tehát ellenzéki. Azt tudom önöknek mondani, hogy Litvániában sehol egyetlen alkalommal nem hallottam a kormányt megszólalni, ezre bármi probléma lenne. Észtország szerintem előttünk jár rengeteg dologban, ott is dolgoznak ennek ellenére. Én sehol nem hallottam, hogy ezzel bármi gond lenne az ég egy világon, kivéve Oroszországban, Azerbajdzsánban, Örményországban, igen, Kazaksztánban, itt vannak gondok a Soros alapítvánnyal. Európai és uniós tagállamban nincsen. Utolsó mondat, és akkor Sándor, hallgassuk meg. Soros György hisz a nyílt társadalomban. Mondja meg nekem valaki, mi a baj a nyílt társadalommal? Ez az ország 40 éven keresztül élt egy zárt társadalomban. Kinyílt. A nyíltság jó. De valaki ezzel nem ért egyet. Alapítson egy zárt társadalom alapítványt és finanszírozza meg. Nekem ezzel nincsen semmi gondom, csak nem értem, hogy mi ez az őrület. A történet az úgy kezdődik, hogy a Heti Válaszban jelent meg egy cikk, a Magyar Nemzet, ha úgy tetszik, ennek egyfajta rezüméjét adta közre. Ha valaki a Heti Válasz cikkét elolvassa, és ezt támadásnak veszi, akkor vagy én nem tudok magyarul, vagy aki olvasta. A cikk az többé-kevésbé arról szól, feltár egy helyzetet, bemutat egy jelenséget arról, hogy a nem kormányzati szervek, nem kifejezetten civil intézmények, azok hogyan működnek, és ezeknek a hálózata hogyan épül föl a világban. Ez fölvet jó néhány kérdést, több helyen ezek a kérdések fölvetődnek. A Heti Válasz cikkének a rezüméje különben az, hogy ezzel kapcsolatban vagy ezekkel az intézményekkel, amelyek zömében liberálisak, és ez nálam nem szitokszó, és ebben a cikkben sem szitokszóként jelenik meg, amelyek nem kifejezetten egyesületi és civil formában működnek, mert apparátusuk van, ezzel sincs semmi baj, tehát amit most mondok, az ég a világon semmi baj nincs, de a cikk írója szerint se. Az egy kérdés persze, hogy kezelje ez a mai modern világ azt a tényt,
hogy ma vannak olyan multinacionális cégek és pénzügyi befektetők, vagy gazdag emberek, ha úgy tetszik, amelyek a globális intézményrendszeren belül úgy különben fölül tudnak írni, vagy túl tudnak lépni, vagy nagyobb súlyuk van, mint egy nemzetállamnak, megjelennek nemzetállami szinten is. Mit kezdjünk azzal a ténnyel, hogy ezek valóságosan egyesületek-e vagy nem? Van-e tagságuk, vagy csak igazából a befektetőnek felelnek meg bármivel? De ezzel sincs magában semmi baj. Ennyi történik a heti válaszcikkben. Hadd idézzek a nyitó mondatot. Ablonczi Bálint cikkéről van szó, a válasz.hu-n olvasható. Bár a civil világ elleni támadásról szólnak a hírek a norvég alapügyében, pontosabb lenne liberális aktivista csoportokról beszélni. Na most azért, hogyha végigtekintünk a palettán, vannak olyan civil szervezetek, amelyek célkitűzéseiben a liberalizmushoz nem sok közük van, és mégis kaptak pénzt a norvég alapból. Végig kell olvasni egy cikket. Tehát itt a liberális aktivista, mint ezeknél az intézmények. Ezt elhiszem, csak igen. Akkor jó, lehet, maradjunk annyiban, hogy én rosszul olvastam a cikket, és ennek elmondom, a rosszul olvastam az interpretációt. De én ezt nem állítom, Sándor, még én sem állítom. Csak egy másodpercig. Tudnék, a liberalizmus szót most tegyük félre, és beszéljünk a szabadságról. Vannak olyanok, akik a szabadságot szeretik, és támogatják, és ebbe pénzt tesznek. Úgy gondolom, hogy ezzel nincsen baj. De ennek az egész lehet erről vitatkozni, hogy ez jó, nem jó, ki mit csinál. Van, akit szeretünk, van, akit nem szeretünk. Hadd tegyem hozzá, hogy vannak a világban olyan abortuszt betiltani kívánó civil szervezetek, amelyek csontgazdagok, mert nagyon sokan megfinanszolják. Vitatkozom velük, nem értek velük egyet, de eszem ágában nem jutna, hogy rájuk küldjem mondjuk a rendőrséget, vagy pedig az adóhatóságokat. Az Ablonczi-féle cikk azzal folytatódik, hogy egy kis sugallat. Azt mondja, hogy lám Ausztráliában is van egy vita, ugye a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban, és ilyen, mi ezzel? Ezzel azt akarja sugallni, hogy nem csak nálunk van egy ilyen probléma. Ausztráliában senki nem küldte le a rendőrséget ezekre, ami Magyarországot megkülönbözteti, nem a vita, vitatkozzunk ezekről. Azt ráküldik a rendőrséget, ráküldik az adóhatóságot, bezárják az adószámaikat, na erre nincsen példa sehol. Jó, álljunk meg. Tényleg követem ezeket a vitákat, és ez egyik nagy baja ezeknek, hogy a dolgok és az ügyek nincsenek szétszállazva. Ez úgy volt most itt felvezetve, hogy és akkor megjelent egy cikk a Magyar Nemzetben, ami valójában eredetileg ugye a Heti Válaszban jelent meg, és ez egy kormányzati támadás. Maradjunk a cikknél, és akkor utána térjünk át a rendőri vegzálásokra és egyebekre. A cikkben egyébként expressis verbis ki van mondva, a szerkesztőség álláspontjaként, ha úgy tetszik, egy konzervatív hivatkozás kapcsán, hogy ugye el a kezekkel az álliberális, akár mikről most mindegy, és ugye ő is azt mondja, és egy határozottan ki van mondva, hogy ez nem rendőrségi ügy, az ilyen típusú konfliktus, hanem akkor ez a médiában, az értelmiségben és a politikában legyen ez a vita lefolytatva. És akkor, hogyha át is térhetünk arra a kérdésre egyébként, ami arról szól, hogy most akkor mi a helyzet a magyarországi vegzatúrákkal. Egyetértek, válaszok ketté ezt a két dolgot. Hogyha a Magyar Nemzetnek az oknyomozó újságírása megjelenik ezelőtt fél évvel. De nem nyomozott a Magyar Nemzet semmit, Matyi, hát valamit átvett egy cikket. Elemzése. Ez egy promóciós ciklus. Tehát nem is elemzés, ami a Magyar Nemzetben megjelent. Hát hogy nevezzük? A heti válasz elemzés. Heti válaszról beszélek. Ja nem, Magyar Nemzetet mondtam most, bocsáss meg, de ez fontos különbség. A kettő közül. Különbséget látok a kettő között, bár nem olyan sokat, szerintem a heti válasz ügyesebben sugal, tehát nehezebb bír rajta kapni. A Nemzetben szó van erről, de Soros Birodalomról részleteiben. Amiről szólni akartam, hogy ez megjelenik ezelőtt fél évvel, egy évvel, és akkor kialakul egy vita, hogy helyese a Soros-féle nyílt társadalom alapítvány célkitűzése, érdemes-e támogatni, vagy kiket érdemes. Jó-e a szabadság? Jó-e az, hogy valakik pénzt tesznek a szabadságba, a nyílt társadalomba? Ja, ez egy érdekes vita. Erre majd visszakérdeni. Sándor, amikor ez a két cikk abban a vitában jelenik meg közvetlenül, amikor a magyar rendőrség iszonyatos erővel lerohan egy civil szervezetet, majd először Clinton volt elnök, majd Obama jelenlegi elnök, majd az EBSZ-nek a múlt héti varsói konferenciájáról kevesen tudnak, de ők is. Amikor több ezer európai NGO, tehát nem kormányi szervezet aláírásával kérvényt intéznek az Európai Unió vezetőjéhez, hogy védjék meg a magyar civileket,
ebben a helyzetben jelenik meg egy ilyen cikk, akkor ezt én nem tudom másképp. Ilyenkor ne jelenjen meg cikk, vagy hallgasson a ha úgy tetszik, kormány közeli értelmiségű sajtó. Most velem, Sándor, ez miért pont most jelenik meg? De ez minden. Magyar, azért, az elmúlt 25 évben is mindig akkor jelentek meg ilyen konfliktusok esetén cikkek, amikor egyébként volt egy konfliktus. Hát mikor jelenjen meg? Hát akkor, ha beszélt volna... Jobb lenne, azt aláírom. Ha cikk beszélt volna a mostani, tehát magukról, ezekről a civil szervezetekről, hogy ezek jók, nem jók, elkövettek-e szabálytalan, azt érteném. De hát ebben az összefüggésben, jó, hát ez te, Sándor. Jó, azzal együtt egyébként, hogyha most elképzeltem ezt a vitát, hogy hirtelen, mondjuk, hogyha előbb jelent volna meg, akkor most ott tartanánk, hogy az a helyzet, hogy már akkor annyira járszalagon volt a sajtó, hogy már pontosan tudta, hogy milyen atak fog következni, és fogta magát, és ő volt az előkészítője. De ezt tegyük félre, mert ez nem méltó hozzánk. Hadd egyszerűsítsem le ezt a vitát, jó, Sándor? Igen. Azt mondja az egyik cikk, talán azzal végződik, nem tudom pontosan, hogy a Heti Válaszban vagy a Narancsban olvastam, vagy a Heti Válaszban vagy a Nemzetben olvastam, hogy az a probléma, hogy a 22 milliárdos dolláros tőkével rendelkező Soros György 1 milliárdot költ arra a cégbirodalomra, vagy egyesület szervezetre, amelyen keresztül ő demokratikus kormányzati folyamatokat próbál manipulálni. Tehát ezek a szavak le vannak írva ezzel kapcsolatban. Köszönöm, hogy erre följutad a figyelmet. Mit csinálnak a civil szervezetek? Beszéljünk erről. Nem csak Magyarországon, a világon mindenütt. Mire jók a civil szervezetek? Jó, álljunk meg. Akkor de álljunk a nem meg? Kormányzati szerveket, ja, illetőleg a civil... De nem, Matyát. Azért a civil szervezetnek van tagsága, az egyesület. Ugye minden ellenkező híreszteléssel szemben, nem a Heti Válaszból tudom, ugye egyébként a civil szervezet fogalma alá tartozik a párt is, a szakszervezet és sok minden más. Egyházak, a bélyeggyűjtőkör, az egyház és a többi. Ezek az intézmények, ezeknek az intézményeknek jellegzetesen csak apparátusuk van. Tagságuk igen ritkán van. Nem alulról építkezős demokratikus intézmények, de ezzel most nem is mondtam semmi negatívat. De pozitívat, semmit sem mondtál, mert a civil szervezeteknek, egy egyesületnek nem kell, hogy egy óriási tagsága legyen. Nem óriási, valamilyen. Hát van egy alapszabálya, meghatározza a törvények ezt. És van viszonya az elitjéhez, és nem csak a befektető, és a befektető meg nem negatív jelző, az, aki ezt uralja. Azzal együtt, hogy én ezekkel a szándékokkal most nem vitatkozom, és nincs felem bajom. Csak még egy dolgot, mert azért ezt elfelejtett, mert ugye úgy állított be ezt a helyzetet, mint hogyha ebben a vitán belül csak azok képviselik és szeretik a szabadságot, akik egyébként azt a szabadságfogalmat képviselik, mondjuk Institute, meg mondjuk Soros György. És hát a szabadságról már elég régen vitatkoznak ebben a világban, nem, mert nagyjából évezredes vita folyik erről. Szóval két dolgot, megint ketté kell választani. Hát legalább. Mitől hatékony egy civil szervezet? Attól hatékony, hogy képes befolyásolni a folyamatokat. Helyesen mondtad, vannak bélyeggyűjtők, nem politikailag. Én tudok, Kanadában egy olyan civil szervezet, amely a bálna halászat ellen lép fel. Hát nem csak iszonyan erőteljesek egyébként. Nagyon sok pénz van bennük, de hát mondjuk ez bennünket nem érint. Lehet, ha kanadai lennék érintene, de itt nem érint. Magyarországon is vannak mindenfajta civil szervezetek, nyugdíjasokat segítenek. Vannak olyanok, akik a megcsalt szerelmeseket segítik, ez kevésbé közéleti, és vannak közéletibbek. Most ezek közül azok a sikeresek, akik sikerrel tudnak befolyásolni politikai folyamatokat. Ezért jönnek létre. Azok a civil szervezetek, amelyek be akarják tiltani az abortuszt, mert ilyenek is vannak. Azt akarják elérni, hogy Magyarországon minél többen gondolják azt, hogy be kell tiltani, és hogy az országgyűlés ilyen törvényeket hozzon. Ezt csinálják a liberálisok is, ezt csinálják minden más. És a nem liberálisok is. Így van. Hát az abortusz betiltók nem liberálisok. De nem, csak hogy ez tágabb kör. Van. Ez az ő dolguk. A különbség a civil szervezet, a politikával foglalkozó, közélettel foglalkozó civil szervezet, és egy párt között abban van, ezek nem akarják megszerezni a hatalmat. Így van. Hanem hatalmon kívül közökkel. Már annak... legalábbis a parlamenti és közjogi hatalmat, mert most egyébként is hatalom. Erről hát beszélünk, hát most nem. Jó, de ez egy előfordulat. Nem. Ne vicceljük ezt el. Én értképp nem ezek közül azok a jók, de a hatalom akik... nem csak a parlamentben és az önkormányzatban van, meg a rendőrségben. Az ott van. Hát a közhatalom, igen. Ja, köszönöm. Miért a média is egy hatalom? Nem hatalom. Nem hatalom. Média, nem. A média is képes befolyásolni természetesen, és akkor egyébként, ha a média hatalom, elfogadjuk elképpen, mennél szélesebb, annál inkább kisoltják egymást. Persze. A viták, a nyílt viták jók minden társadalomban. Ez így van.
Itt egyébként Csepregi Nándor arról beszélt ebben a műsorban, hogy ezek a civil szervezetek rejtett pártfinanszírozást végeznek, tehát hogy az a párt közeliek, bocsánat, tehát hogy ez a probléma velük. Én erre azt tudom mondani, hogy amióta a rendőrséggel vegzálják ezeket a civileket, én már 3 vagy 4 olyan jogcímet hallottam, ami miatt szabálytalanságot követtek el. Én azt mondtam, hogy ha elkövettek szabálytalanságot, álljanak be a jogkövetkezmények. De mi történik itten? Itt az történik, hogy megindulnak a vizsgálatok, már a 4. jogcímnél tartunk, hogy milyen hibát követtek el. Ezek változnak, csak éppen az nem, hogy őket bűnösöknek tartják. Jó, hát az a helyzet, hogy ezt a kérdéskört egyszer körbejártuk, és ezzel én is abszolút egyetértek, tehát ez egy teljes tévedés. Ha és amennyiben egyébként pénzügyi, vagy bármilyen jogi probléma van a dolog környéken, akkor vizsgálják ezt. Én mondtam, itt éppen javasoltam azt megelőző vitához az akkori műsorvezetőnek, hogy lett volna szíves már azt a kérdést föltenni, hogy jönnek bele ide politikai szempontok, tehát hogy kerül a csizma az asztalra. Tehát ennek a történetnek, ami mondjuk most itt ebben a helyzetben van, ugye ettől véres a torka, amire egyébként itt a vita kapcsán utaltunk. Tehát én nem osztom Csepregi Nándor álláspontját, de hát ezt már itt elmondtam ezerszer. Egy másodperc tudjam, hogy kérek, mert ez a vita végül is akkor robbant be igazából a magyar közéletbe és a nemzetközibe, amikor ez a dolog megtörtént. Ez így van. Ezt megelőzően korábbi nem törtek. Én mit hallok a kormányzat részéről, hogy bennünket félreértenek? Nyilván. Nézőkkel együtt nyilván mindenki ismeri azt a viccet, amikor bemondják a rádióban, hogy egy őrült szembe megy a forgalom az autópályán, és mondja, hogy nem én, hanem mindenki más. Most ugyanezt látjuk most is, a kormány megy szembe a forgalommal, már nincs senki, aki azt mondaná, hogy ez rendben van. És még mindig azt mondják, hogy mindenki rohan vele szembe. De ettől, hogy ezek a szempontok, vagy ha úgy tetszik, vádpontok, ilyenféle politikai megközelítésekkel, vagy ha úgy tetszik, politikai nézőpontokkal gazdagodtak. Miért? Ha tényleg arról van szó, hogy itt a gazdálkodással, vagy a pénzelosztással úgymond jogi vagy pénzügyi értelemben van gond, hát most arról nem is beszélve egyébként, hogy amivel meg vannak gyanúsítva úgymond, az egyébként a saját pénzük. Én most nem akarok persze bírósági ítéletet hozni ebben a kérdésben, mert nem is értek ehhez annyira. A tény, ami tény, hogy akkor hogyan kerültek ide a politikai szempontok? Lehetne erről, és ettől fals ez a dolog, és ettől ment teljesen rossz irányba, és ezért nincsenek diskurzusok ebben az ügyben, mert egyébként lehetne arról is vitatkozni, tehát ilyen értelemben szerintem a heti választcikk ebben az értelemben, az én szempontomból ebben az értelemben jött rosszkor, mert ennek a cikknek éppen hogy előbb kellett volna adott esetben megjelenni. Ha egyébként úgy van a helyzet, arról most nem beszélve, egyébként én nem tudom, szerintem, ha már 94... Ha rosszkor jött volna, de te gondolod, hogy ez véletlenül jött most? Tehát nem gondolom, hát hogy lett volna véletlenül? Akkor ez nem rosszkor jött, hanem ez bűnös időpont. Hát azért ezt nem, hogy figyelj, de hát ez pont olyan, hogy akkor most miért ülök itt, és miért beszélek erről a kérdésről. Én azt hiszem, hogy akik ebben a konfliktusban sok szempontból tök váratlanul beleestek, akár ahogy tetszik a heti választól a engemig bezárólag itt ebben a helyzetben. Én azt gondolom, hogy akkor viselkedünk tisztességesen, hogyha erről megpróbálunk becsületesen beszélni egyébként, és kinyitni ezt a történetet. Ebben a cikkben határozottan ki van mondva, azért azt azért mégiscsak szeretném halálhúzni, mert ugye a sejtetésekre, meg fantáziára utaltatok, de ott oda van írva, benne van az a mondat, hogy egyébként ennek a történetnek a politikai megítélése az nem a kormányzat dolga. Ha van baj, a sorolt okok okán, akkor azt intézzék el, de a politikai része, vagy az értelmi része, ahol neki semmi köze, már hogy a kormánynak semmi. Ezt a témát nyilván még fogják a kollégák folytatni, de nézzük meg, hogy mit ajánlunk még. Tarlós tervei, Farus legújabb kalandjai, szürreális jelölt mustra az A38-on. És hogy a kampányra rákanyarodjunk, ugye amikor legutóbb a témáról beszéltél, az a Miskolci ügy volt, és használtál egy kifejezést a romákkal és a bűnözéssel összefüggésben. Azóta látod-e másképpen a történetet? Én akkor hogy láttam, hogy visszakérdezik? Mert nagyon sokan ráfigyeltek erre. A kérdés kapcsolódik ahhoz, amiről beszélünk egyébként, mert azt hiszem pár napja Demszky Gábor helyesen mondta, nem is tudom, hogy hol,
hogy ebben a kampányban nincsenek viták Budapest jövőjéről, arról, hogy mégis hogyan képzeljük el fejlesztések, vagy mi a fontos, mi nem fontos. És nagyon fontos lenne, hogy egy kampányban a magyar köztársaságot is, azaz annak városait, falvait, községeit, területeit érintő legnagyobb kihívásokról igazi viták folyanak. És én nem hiszem, hogy van valaki a nézők között, aki azzal ne értene egyet, hogy a magyarországi romáknak a diszkriminálása és egyre lehetetlenebb helyzetbe hozása, az szerintem már ma az egyik legnagyobb kihívás, de hogy azok közé fog tartozni az előttünk álló időszakban, ez biztos, és ezt bajnak tartom, hogy ezt nem tudja egyik párt sem érinteni, többek között azért, mert olyan tabuk szorítják le ezt a témát, amelytől nagyon nézőekről beszélni. A probléma az volt, hogy ilyen kifejezést csak a jobbikos politikusoktól lehetett hallani, vagy azoktól, akik a közéletben legalábbis elfogadják ezt a témát. Következő tudnám most csak a szóról mondani, a roma bűnözésről volt szó. Akik úgy gondolják, hogy bármilyen bűncselekmények elkövetése és egy etnikumhoz tartozás között bármilyen összefüggés lehet, én ez ellen ordítok és kiabálok, mert ez a legdurvább, hát legsötétebb politikai nézetekhez hasonlít csupán. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ma Magyarországon tragikus módon nagyon-nagyon sok ember él, akinek az ő kis szűk környezetében egy napi élmény, és sajnos nem gondolja végig azt, hogy ennek milyen embertelen szociális összefüggésé vannak, hogy mit művel Magyarország a romákkal, diszkrimináció az iskolában, a munkahelyeken, a lakóhely megválasztásnál, ami megnehezíti a legtöbbjük számára azt, hogy fölzárkozzék, és akkor ebből, ha bűncselekmények következnek, ez nagyon sok ember így éli meg, ez a szó nem véletlenül így jelent meg. És én attól tartok, hogyha valaki azt mondja egy politikai vitában, hogy cigánybűnözés vagy romabűnözés, és akkor le van teremtve, ezek úgy vannak átküldve a jobbikhoz azonnal, aki a szót használja, úgy van lemondva ezekről, egyébként szerintem megnyerhető emberekről, amit egyszerűen politikailag nem értek. Ezeket az embereket arról kell meggyőzni, hogyha van egy ilyen élményük, hogy cigánybűnözés vagy romabűnözés, akkor emögött van egy olyan rettenetes társadalmi feszültség, amelyen Magyarország egészének kell tudnia segítenie, de ehhez a szavakat meg kell tudni találni, és lehet, hogy nem ez a jó szó, lehet, hogy más szó jó, de egyszerűen a tabukat azért kell tudni föltörni, hogy tudjunk ezekről a drámai kérdésekről beszélni. Mielőtt bevonnának, csak annyi, hogy nyilván te a DK egyik emblematikus figurája, vagy senki nem küld át a Jobbikhoz, ezért is volt érthetetlen ez a szó összetétel. De azt akartam kérdezni, Sándor, átkanyarodva a tényleges kampányra, hogy Tarlós István most előállt azzal, hogy neki bizony volnának feltételei, amiket ő megválasztása esetén megfogalmazna a kormányzat felé. És ezek között a BKV rendbetételét említette többek között. Szerinted miért van az, hogy nem most az indulása előtt alakította ki ezt a tárgyalási pozícióját? Hogy nem most vagy? Hát a jelölése előtt. Hogy? Mit kérdezel? De akkor mondd ki. Előtt. Mielőtt főpolgármester jelölt lett volna. Igen. Hogy azelőtt alakította volna ki ezeket a pozíciókat. Hogy miért inkább akkor kellett volna? Segítek, hát ez akkor is kívül. Na jó, csak kell nekem magyar tolmács, igen? Kérdi, hogy a program tervével miért nem a kampányt megelőzően állt ki, miért a kampány megírása után. Jól mondom? Nagyon jó. Hát én szerintem ez egy... Értettem én, csak nem akartam inni a fülemnek, de mindegy. Szerintem követni kell az eseményeket, és akkor tudni fogod a választ, nem tőlem fogod megtudni. De most azért az a helyzet, hogy arra a kérdésre is szeretnék válaszolni, én is, vagy hozzáfűrni a magam mondatkáját. Egyrészt azt azért, ha már a koalíciós tárgyalásokra hivatkoztál, nekünk azért abban a időben volt egy ősbűnünk, amikor másfél millió ember kikerült az utcára, ez nem miattunk volt, hanem a rendszer összeomlása miatt, de úgy nagyjából tettünk erre a bulira. És ugye a romákat... Nem foglalkoztatok vele. Nem. Na, igen, jó. Csak lefordítom, ha már egyszer engem is lefordítom. De majd még valami jeltolmácsot is hívunk, egyébként tényleg jó lenne. Na mindegy, tehát ez az egyik dolog, valahol ott kezdődött, és ez a mi bűnünk már nem csak személy szerint, hanem a koalíció bűn, ez az egyik dolog. És ez azóta, és hogy időnként így jutása föl van emlegetve, de komolyan nem veszi ezt senki szempontként elő. Ez az egyik dolog. A másik az a helyzet, hogy én is sokat gondolkodom ezen a problémán. Nekem
egy buta ötletem van az ügyel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt mondjuk így, hogy számomra is elfogadhatóvá tenni, illetve talán valamiféle értelmes kontextusba helyezni. Hogyha beszélünk cigánybűnözésről, akkor szerintem a jövőben kellene beszélnünk Magyarországon, mit tudom én, sváb bűnözésről, magyar-magyar bűnözésről, és nem tudom micsodáról. Ez a dolog, jó, tudom, hogy egy kicsit hülyén hangzik, értem én azt, amivel küzdesz te, és mert mindannyian küzdünk ebben a történetben, de ez hogyha tényleg... Tehát nem elég ez a mondat, tehát mindig az kell, hogy valahogy el kéne érnünk, hogy ez súlykolódjék az a tartalom, amit magad is megfogalmaztál azzal, hogy persze egyébként a etnikai és faji ügyeket és a bűnt nem lehet összekapcsolni, de ezt azzal, hogy ebből csak egyetlen egy etnikumot emelünk ki, ezzel ugyanabban az ördögi körben maradunk, mint a Jobbik. A Tarlóshoz visszatérve... Megengedsz a Tarlós előtt egy rövid dolgot. Ugye én egyszer egy osztrák sípáján láttam egy papundektről kiírva, hogy magyar ne lopj. Hát rettenetes volt. Igen, én azt gondolom, hogy annak a tulajdonosnak volt egy ilyen élménye, és ez együtt rettenetes volt a dolog. Na most azért nem jó a svábüldözés, mert a svábok nem, tudjuk, nincsenek diszkriminálva. Hát erről van szó. És amit meg kéne értetni a magyar szavazók millióival, hogy amit ők megélnek egy napi élményként, amögött egy rettenetes társadalmi feszültség van, amelyet Magyarország csinál. Jó, de én most megpróbálom, ugye, mert te is a befogadó oldaláról is megpróbált közelíteni, és muszáj is különben, mert a politikai játszadozás azért lehetséges ezzel a dologgal, mert egyébként a közönség ezt valamilyen módon, hát hogy is mondjam, fogadja, és ha úgy tetszik, bizonyos értelemben élvezi. Egy percünk nekem... van Tarlós úrra. Jó, nem baj. A dolog attól is baromi problematikus, hogy ugye szoktuk arról beszélni, hogy túl vagyunk a határon túl, is ott vagyunk mi csomóan magyarok. És én nekem az a nagy problémám, hogy hogyan lehetne eljutatni például azt az üzenetet is a magyar választóhoz, mert ha a választó ezt nem akarná, akkor azért ez a történet nem működne ilyen jól, hogy egyébként mindenütt a környező országokban mi vagyunk a cigányok és a zsidók. Hogy ennek a népnek ehhez miért nincsen nagyobb affinitása és empátiája azzal együtt, hogy tudom, hogy akinek ellopják a tyúkját meg a csirkéjét, annak ez persze baromira fáj. De itt valami intellektuális tévedés is van abban, ahogy mi erről a dologról beszélünk, és ahogy beültünk a Jobbik uszájába. Nem tudunk beszélni erről igazából. Ráadásul egy olyan ügyről van szó, amely nem az, hogy kormányzati ciklusokon kéne, hogy átíveljen, hanem generációkon kéne, hogy átíveljen. És hát ha nem nézünk ki a magyar politikai elitből, hogy ebben tud egy olyan megállapodást létrehozni, hogy ez hosszasan kitartson. Na, dolgozzunk, mert iszonyúan sokáig valamint fog tartani, de el kell tudni ezekről beszélni. Jó. Mert ha ez nem megy, jó, akkor hát nem tudunk. Köszönöm, hogy eljöttetek. Önöknek a figyelmet, és hogy kibírták azt, hogy másfelé nem kanyarodunk el. Viszlát.